és szerint a téli napforduló ugyanolyan fontos, mint az ősünnek. Már egy időszállítás, mint előtti 11. és 13. század között, a Csókrácia előtt is szertartásokat mutatott be a tisztonatnak a téli napforduló utazási első napján. Akkoriban a téli napforduló jelte az új érkezetét. Az időszállításnak előtti 200-an és időszállításnak szerinti 600-től kiváltozó hangdinasztia alatt a téli napforduló egy kérdőjelté vált. Hivatalos ünnepségeket rendeztek erre a napra. Ekkor a hivatalnokok és közemberek egyben pihenhettek. A későbbi dinasztia